A résztvevők többek között kosarat fontak, bőrműveskedtek, batikoltak, címet festettek, valamint mézes kalácsot és karkötőt készítettek. Nagyon jó, és egy ilyen kosarat csinálok. És haza is fogod vinni? Igen. Mi lesz belőle? Mi lesz a készen? Hát ilyen virágtartó. Lívia éppen mézes kalácslepkét készített, de előtte több programot is kipróbált. Mázot gyerteszek rá, én kidíszítem vele. Csináltam egy karkötőt, megcsináltam kitűzőt is, ilyen bőrből. Kristóf is foglalkozásról foglalkozásra ment, minden nagyon érdekelte. Magyar kokárdát készítek most. És előtte? Magyar címet festettem. Az eseményt nem csak a gyermekek élvezték, szüleik is fontosnak tartották a programot. Megtanulják a népi dolgokat, például a kosárfonás és ilyen dolgokat, ráadásul szerintem teljesen hasznosan töltik el. Jó levegő van, szabad levegő vagyunk. Megtanulják a címernek a színeit, meg egyáltalán a formáját. A Grassalkovics Művelődési Ház tavaly rendezett először március 15-éhez kapcsolódó kézműves játszóházat. Valló Ede, az intézmény igazgatója elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, a kicsik szeretik az ilyen és ehhez hasonló délutánokat, ami külön öröm számukra, hiszen a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására. A napot a Csilingelő zenekar koncertje, valamint táncház zárta. A művelődési ház azonban még számos programmal kapcsolódik a tavaszi fesztiválhoz. Az egyik az óvodásoknak szól, és ott majd március 21-én fog délelőtt 10 órakor, ez egy szerdai nap lesz, majd a Csurgó zenekar fog fellépni. Ennek a sorozatnak két másik koncertje lesz majd áprilisban és májusban, valamint egy hasonló sorozatot indítunk, ott viszont a középiskolásoknak az irodalom órákhoz kapcsolódóan. Ez majd március 27-én lesz ennek az első darabja, egy Vasa Albert előadással, majd az áprilisban folytatódik ugyanez a sorozat, három előadás lesz ebből is. Ezen kívül többek között egészségmegőrző és csillagászattal kapcsolatos előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők.